Szakó József vagyok, és karakter art direktorként dolgozom. Gyerekkorom óta nagyon sokat rajzolok, és már akkor is inkább a karakterek, figurák világa vonzott, a hátterek gyakran elmaradtak. Édesapám is már számítógépes környezetben dolgozott a 80-as évek végétől, így már Commodore 64-es gépeken is próbálkoztam alkotni. Gyerekkorom egyik kedvenc filmje lett a Jurassic Park, ami által már a 3D-s grafika elkezdett érdekelni. A Digicnél animációs filmeket készítünk. A karakter art direktor feladata, hogy az egyben megjelenő szereplők azok jelmezeinek, illetve kellékeinek legyártását művészeti szempontból irányítsa. Az art direktor sokszor nem operatívan végez feladatokat, hanem másokat instruálva rajtuk keresztül kell, hogy az adott irányban megvalósítsa az elképzeléseit, de általában többet segít, vagy többet mond, hogyha egy vizuális visszajelzést kap az alkotó, amik általában gyors átfestések formájában történnek meg. Szerintem a jó art direktor előny, hogyha rendelkezik egy gazdag vizuális könyvtárral, alapvető művészet történeti, kulturális ismeretekkel. Előny, hogyha maga is végzett karakteralkotó tevékenységet, otthonosan mozog a karakter dizájn területén. Mivel a munkája során sok emberrel kell kommunikálnia, ezért előny, hogyha jó kommunikációs készséggel rendelkezik. Az adott problémák megoldása során mindig figyelembe kell venni a határidőket, ezért az art direktor gyakran kompromisszumos megoldásokat kell hozzon a művészeti és technikai szempontok mérlegelésével. A legizgalmasabb feladatok általában azok, amikor teljesen mi hozunk létre egy adott karaktert, ami akár az adott játékban például nem szerepel. Különösen érdekesek voltak például a Final Fantasy című filmben szereplő szörnyeknek az elkészítése, ami egy ritka feladat. Amikor például megakad valaki a munkájában, egy artist, akkor nagy sikerélményt jelent, hogyha tudok segíteni, és ő tovább lendül azon a problémán, és sikerrel megoldja.